Október 28-án szombaton délelőtt számos egészségügyi szűrési lehetőséggel várják a lakosságot az Öreghegyi Közösségi Házban. A városrészi szűréseket időről időre megszervezi Székesfehérvár önkormányzata. Az egészség megőrzésének kérdése az önkormányzati feladat is, de ez a városlakók nélkül nem megy. Tehát itt mindenkinek a saját felelőssége, hogy mikor, milyen vizsgálatra megy el, mennyire törődik magával, és ezekkel a szűrőnapokkal egyrészt tudunk bizonyos lélekszámnak lehetőséget adni, hogy eljöjjön, másrészt pedig fel tudjuk hívni a figyelmet, hogy igenis szükség van ezekre a vizsgálatokra. Mint minden egészségnapon, többek között most is lesz állapotfelmérés, vércukor és koleszterinmérés, EKG és kardiológiai szűrés, csontsűrűség és testösszetételmérés, dietetikai tanácsadás. Mi elsősorban azokat várjuk továbbra is, akik aktívan dolgoznak, és ilyenkor van lehetőségük egy szombati napon részt venni egy ilyen megelőző vagy állapotfelmérő, amiből lehet tudni, hogy most egészséges, vagy már kell, oda kell figyelni esetleg egy életmódváltásra, egy kis fogyásra, tovább kell menni szakorvoshoz. Tehát mi elsősorban azokat várjuk, akik még azt gondolják magukról, hogy egészségesek, de tudjuk, hogy egészséges embernél csak nincs kivizsgálva. Az ingyenes vizsgálatokra a jelentkezéseket hétfőn és kedden várják a 70-455-99-30-as telefonszámon. A vizsgálatok között ugyanis van néhány, amelyre előzetesen regisztrálni kell.